Most! Nyílik az ajtó, égnek a neonok, száll a kávé illata, a pult újra ragyog. A zenegépen elindulnak a legnagyobb retro slágerek. Lépjen be Magyarország legretróbb presszójába. Ez az Abaházi Presszó, ugye sejti kivel? Szép jó estét kívánok mindenkinek, 8 óra múlt 8 perccel. Kinyitott a presszó helyén a székek, letisztítva az asztalok, töltöm itt az italokat, és megérkezett a vendégem, tisztán emlékszem. Az első pillanatra, amikor először láttam és főleg hallottam énekelni Karamellt, mert hogy ő a mai vendégem, és abban is biztos vagyok, sőt tudom, hogy azt a pillanatot soha nem is fogom elfelejteni. Azóta ugye eltelt 15 év, és ugye a tehetség eljutatta a legnagyobb színpadokra, meg egyáltalán a közönséghez, és minden jel arra utal, hogy mindaz, amit most látunk, vagy amiben benne vagyunk, az egy nagyon hosszú és sikeres karrier első másfél évtizede. De hogy ezt hogy látja ő, az eddigi elért sikereit miképpen értékeli, mire készül, hogy éri meg ezt a jelenlegi helyzetet, nem sokára megkapjuk a válaszokat, és lesz egy meglepetés is a mai műsorban, mint ahogy ezt Dénes Tamás kollégám nagyon helyesen elárulta már, lelőtte a poénomat, úgyhogy elmondom én is, hogy nem sokára fel fogjuk hívni Babos Tímeát, aki Krisztina Mladenovics-sal az oldalán megvédte a címét a női párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon a chilei és amerikai duóval szemben. Úgyhogy felhívjuk, gratulálunk neki rövidesen, még így edzésre menet előtt, mert állítólag ő még ilyenkor is edzésen van, de mindenek előtt töltök egy italt, indítok egy kiváló zenét, aztán kezdjük a beszélgetést rövidesen. Mai vendégemmel, Karamellel tartsanak velünk, SMS, telefon és Viber számunk változatlanul 0620-22-22-122, és kiraktunk egy csodálatos képet, egy posztot a Retro Facebook oldalára, ott is várjuk a kommenteket. Itt a Jazú! Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Molnár Ferenc Karamell. Jó estét! Jó estét kívánok! De örülök neked! Én is neked, köszönöm a meghívást. Jó rég beszéltünk. Nagyon. Amikor volt ez a karantén, és én készítettem ilyen Skype-os videóinterjúkat, akkor sikerült téged rábeszélnem arra, hogy ülj már oda egy néhány percre, és akkor beszélgessünk, és jó volt látni, hogy mosolyogsz, hogy jó kedved van a helyzet ellenére. Most viszont én azt csak neked mondom, a hallgatók már tudják, hogy mindaz, ami a zenék alatt történik, és mi beszélgetünk, és én úgy ítélem meg, akkor azt beemelem adásba. Ezzel kell kezdem. Hál' Istennek semmi olyan nem hangzott el, ami számodra esetleg kedvezőtlenül hatna. Viszont a Dinamit slágere, vagy klasszikus a szólt, mi ez az érzés? És beszélgettünk Viki Dál Gyuláról, hogy itt mekkora éneklés van. És én mondtam, hogy nekem ő volt az első bálványom. Tehát én úgy néztem rá, mint egy istenre szó szerint. És azt mondtad, hogy lehet, hogy neked is. Hát ezt viszont nem képzelném, vagy nem gondolnám azok után, hogy te egy teljesen más műfajban indultál el. Hát igen, meg a történethez hozzátartozik, hogy egészen szóval a sztorihoz hozzátartozik, hogy én egész máshogyan szocializálódtam, egész más környezetben, egész más helyen. Meg én... jóval fiatalabb is vagy, mint én ráadásul. Lehetem, mert szerintem... De. Na mindegy. Én egy cigánytelepen nőttem föl, én ott nevelkedtem, és ez tök érdekes, hogy még a cigánytelepen élő roma gyerekeknek is, hogy mondjam, nekem a mai napig kitörölhetetlen Viki Dál Gyulának a hangja, meg az éneklése, meg ez az egész őserő, ami szóval akkora tehetség volt már ebben a nótában is, és nyilván hát azóta meg élő legenda, és szerintem minden a zenére érzékeny magyar embernek ő egy kitörölhetetlen ikon, szóval ez így helyes, így nagyon szép. Sokan vannak, akik mint Koppány, tehát a Koppány szerepből ismerik, de hát hál' Istennek ő azért hagyott nekünk a 80-as évek elejéről rengeteg olyan felvételt, akár Dinamit, akár a P-mobil, akár a P-box lemezekről, ami... Hát figyelj, az a nagy harci helyzet, hogy ebben a műfajban én azt gondolom, hogy minden idők egyik legjobb magyar énekese. Szóval, ez örülök, hogy ezt mondod, mert mondom, én ezt rólad nem képzeltem volna, nem tudtam elképzelni, hogy ki az, aki neked így bálányként mondjuk utat mutatott, de gondolom, hogy nem volt egyedül. Voltak még jó páran, akikre így felnéztél, mert hát nem lettél rockénekes. Nem lettem rockénekes, de azért az eszköztárat azért előszeretettel használom, meg a torzított gitár.
gitár, meg az élő dobokat. De torzított éneklés viszont kevésbé. Bár néha azért de azért, oda de azért, rendesen. Igen, de azért nyomom. És hát én remélem, hogy így van, hogy az én hangomnak az identitásában, meg a technikámnak a gyökereiben én csak bízni tudok benne, hogy például ez is felismerhető, hogy azért én ezeken a zenéken, ezeken is szocializálódtam, nyilván az autentikusabb roma műfajon túl, de nekem ez volt a másik meghatározó, a rock zene. Szóval, ja, ez nagy szerencse volt. Természetesen ezt most megint a Presszó közönségnek, a hallgatóknak mondom, hogy Karamellnek is adtam feladatot, mint mindenkinek az elmúlt héten. Ugye elindult múlt héten az akciónk, arra kérjük a hallgatóinkat, hogy küldjenek nekünk top 10-es listákat olyan zenékkel, amiket kihagyhatatlannak gondolnak, mondják el, hogy mi szóljon a rádióban. És Karamelltől is kértem, hogy írjon össze 10 dalt. De azt látom, hogy most már nem írsz, tehát hogy te már meg is vagy vele? Figyelj, én fölírtam kell, szerintem 25 dalt, ja, de ez egy olyan lista, tudod, hogy, hogy még soha nincs vége. Most még nem kell róla beszélni, de tök jó, hogy beszéltünk erről a rockról, tehát hogy innen indulunk, mert aztán majd valamikor, innentől kezdve másfél órán belül ki fog derülni, hogy például azon a 10-es listán lesz-e rockzene. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Na de onnan indultam, egy ilyen kis bevezetőben elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy a te karriered egy nagyon hosszú és nagyon sikeres karrier. Ebből 15 évet láttunk, mert ez a mi szemünk előtt játszódott le. Te mennyire vagy elégedett ezzel a másfél évtizeddel, ahova eljutottál onnan, ahonnan indultál? Hú, hát nem akarok itt nagyon filozofálni, de nekem az egyik, a személyiségemnek az egyik alappillére, én azt gondolom, a megelégedettség. Szóval velem bármilyen pici vagy nagy dolgok történnek így a pályafutásom során, én ugyanannyira vagyok elégedett. Szóval én általában nem szoktam elégedetlen lenni, főleg az utóbbi, hát nem is tudom, 10 évben. Mondjuk még lehet, hogy így a tehetségkutató után az első 5 évben így ez a bizonyítási vágy, aha, meg hogy az ember meg tudja vetni a lábát, meg akkor még tudod, rutintalanok vagyunk és mérjük magunkat. Ugye a mérhető sikereket mérjük mi is, a lemezeladásokat, a koncert jegyeladásokat, az ilyen feliratkozó számokat, tudod, de én ezeket így nem tudom, 5-6 év elteltével így a kezdetek után én így elengedtem, már csak azért is, mert nem tudtam más tenni, mert ilyen vagyok, szóval alapjáraton is ilyen vagyok. Igen, csak miközben hallgatunk, meg látunk téged, ahogy profin hozzáállsz mindenhez, meg ahogy megalkotod a dalaidat, meg egyáltalán ahogy előadod a színpadon, pont a másik oldalt gondolnám, ja, hogy, érted, aha, hogy maximalista vagy, hogy ez abszolút, hogy nincs olyan, hogy elégedett vagy, mert ennél is lehetne még egyen jobb, és a következő alkalomra meg is csinálod. Oké, félreértettem. De mert, egyébként tök jó, amit elmondtál. Mert én azt érzem, 15 évre igen, én azt érzem, hogy a mai embernek az az egyik legnagyobb baja, hogy elégedetlen mindig, és nem elégszik meg. Én értem, hogy te mire gondolsz, hogy hálás vagy azért, amit eddig elértél, akkor is, hogyha még van tennivalód. De így van, és de ugyanakkor természetesen őrültem maximalista vagyok, szóval, de ezt is csak úgy kell érteni, hogy nem az, hogy így hajcsárként hajtom magam körül az embereket, mert kb. A legtöbbször így egyszemélyesen alkotok, írok dalokat, hangszerelek, stb. De amíg nem azt hallom vissza, ami a fejemben szól, addig nem tudok leállni, úgyhogy ezt hívhatjuk őrületnek is, meg maximalizmusnak is. Egyszerűen arra törekszem, hogy azt tudjam átadni, amit érzek belül, és azokat, azt a hangzást, amit hallok belül. Hihetetlen, hogy ez nem a sikernek a nem tudom, fokmérője, de azért neked elmondom, mert vagyunk annyira jóban, hogy ezt elmerem mondani így nagy közönség előtt, hogy az én feleségem nem nagyon szokott ilyenkor már rádiót hallgatni, mert otthon van a gyerekekkel. Uh-huh. De tudta, hogy ma te leszel. És most azt írja, hogy olyan jó hallgatni, szeretem ja, a Karamellt. Istenem, de jó. Meg nekem is jól esik, köszönöm Ez szépen. Nagyon jól esett, köszönöm szépen. Viszont most jön egy meglepetés rövidesen, ugye megígértem a hallgatóknak, és tőled ezért elnézést kérek, de ezt nem tudjuk most máskor megkérni. Ja, ne viccelj. Babos Tímát fel fogjuk hívni, aki egy hatalmas eredményt ért el. Hogyne, büszkék vagyunk rá. Ti ismeritek egymást? Vagy nézze egyáltalán teniszt? Személyesen nem ismerjük egymást. Fél, most őszinte leszek, most nem fogom azt mondani, hogy nézek és nagyon képbe vagyok, mert most pont vele fogsz beszélgetni. Én nagyon nem vagyok képbe így a sportot tekintve, mármint, hogy én egyáltalán nem nézek sportot, meg
Egyébként mostanában egy művelem, egy hete elkezdtem edzeni, meg ilyenek, de... Erre majd akkor külön kitérünk. Igen, kimaradok ebből, mármint, hogy nem tudom. Jó, hogy... akkor ettől függetlenül gondolom, téged is érdekel, hogy mi történt. Abszolút. Ezen a versenyen, hogy sikerült megvédeni a címet, és hogy mi a folytatás. Meg azt neked most elárulom így négy fő közt, hogy szeretném meghívni ebbe a műsorba. Tehát amikor majd visszatér Magyarországra, akkor jöjjön el. Ez lesz a mondandó lényege. Jó? Oké, majd próbálok én is hatni. Jó, oké, itt majd azért erősíts meg, hogy itt olyan jó, meg Fincsi a kávé. Mondjuk, hogy itt lesz a következő bajnokság. Jó van. Babos Tímával megyünk tehát tovább rövidesen, aztán persze beszélgetünk Karamellel is itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Már majdnem mondtam, hogy Babos Tími, de az a helyzet, hogy lemerült a telefonja, de megpróbálunk, mindent megpróbálunk, úgyhogy Karamell itt ül velem szemben továbbra is. Örülök neked. Jó estét, sziasztok. Figyelj, van egy olyan kérdés, amit egyrészt meg kell bocsájtanod a hallgatónak, másrészt csak később fogom feltenni, mert hogyha minden igaz, akkor itt van a vonalban Babos Tímea. Igen, sziasztok! Jó estét, szia! Itt Abaházi Csaba a Retro Rádióból. Vendégem egyébként a ma este folyamán Karamell. Nem tudom, ti ismeritek-e egymást. Üdvözöllek! Szia! Nem. Igen, sajnos még nem. De nagyon büszke vagyok rád én is. Köszönöm szépen! És én is természetesen meg szerintem az egész ország, és így szeretném az egész ország nevében kifejezni az örömünket, és gratulálok, hogy meg tudtátok védeni a címet a női párosok versenyében, a francia nyílt teniszbajnokságon. Gratulálok, nyomok egy tapsot is azonnal nektek, mert óriási teljesítmény. Gratulálok! Hál' Istennek nem ez az első alkalom, ha 8-szor játszottatok döntőt eddig, ugye? És 3-szor sikerült nyerni. Igen, párosban 8-szor játszottam, negyedszerre nyertünk egyébként, nem harmadjára. Azt mondom én is. Igen, ez volt a negyedik. Most védtétek meg, igen. Abszolút ezt mondtad. És igen, úgyhogy hát az elmúlt években azért egyre jobban kezdtünk el játszani valóban, és a sok-sok döntő után végre most már így a döntőkben sikerült győzedelmeskedni is idén, illetve hát ugye a 90 megtekintetében idén veretlenek voltunk, azért a US Open-t az, hogy ott kizártak minket, azt nem veszem bele az ideig rendszem versenyeinkbe. De ezek után, hogy ráadásul ott titeket kizártak, én azt gondolom, én összeomlanék, vagy biztos, hogy lelkileg nagyon megviselne, de hát én nem vagyok profi teniszjátékos, de hogy ez titeket most feldobott, ez rá kellett tenni egy lapáttal, vagy pont ezért rá tudtatok tenni egy lapáttal, hogy akkor is megmutatjuk, hogy ezt hogy viseltétek ti? Igazság szerint a verseny elején azt gondolom, hogy ez segített nekünk, azért így voltak céljaink, viszont például a párostársam a verseny végére, ő abszolút kimerült, elfáradt, megsérült, és én mindig őszinte vagyok, hogy most is azt mondom, hogy szerintem ez volt életünk eddig legrosszabb Gentlem döntője, és csodaszámba majd, hogy egyáltalán meg tudtuk így nyerni ilyen játékkal. Milyen lehetett de az ellenfél? De hát talán ez is az, ami... Hát azért nem, hát most köszi, azért nyilván nem így gondoltam, de hát nyilván ez az, ami minket ki is emel talán a többiek közül, hogy amikor rosszabbul jártunk is, azért mindig megtaláljuk a megoldást együtt, és tudjuk egymást segíteni és támogatni. Úgyhogy hát valóban ez az elmúlt időszak nem volt egyszerű, a US Open után sem volt könnyű dolgunk. Nekem ez a hetedik hetem így a karanténban, illetve hát ma már ugye szabad vagyok, de én 7 hetet voltam így konkrétan bezárva hotelek és hotelszobák és teniszpálya közé, úgyhogy egyelőre én örültem tegnap, hogy kiléphettem a szabadba és elmásztam egyet sétálni az utcán, úgyhogy de jó, hát, de ettől függetlenül, ha jól tudom, akkor ma már edzettél, vagy éppen most edzésre készülsz? Persze, edzettem, igen, nemrég edzettem, úgyhogy most a vacsorám kellős közepén vagyok, azért van itt ez a sok csörömpölés. Ezt nem halljuk, mert mi is csörömpölünk, mert ugye mi meg az Abaházi Presszóban vagyunk, és itt is csörömpölés van. Viszont egy nagyon fontos kérdés, nem tudom, hogy ez a sportvilágában ez hogy van. Megnyertek egy ekkora versenyt. Mi zenészek vagyunk a Karamellel, meg mondjuk ismerem nagyjából a futball világot, ott az öltözőben pezsgőt bontunk a futballnál is, meg az öltözőben, a zenészek öltözőben. Mi történik a tenisz öltözőben egy ilyen verseny után? Főleg győzelem után.
hát elsőként nyilván a kötelező cégeknek kell eleget tenni, úgyhogy hát a kötelező média, illetve dopingteszt után volt egyáltalán időnk egy picit ünnepelni, ott a teniszpályán nem sokat, ott valóban bontottunk egy pesgőt, de nem igazán volt idő megint csak az ünneplésre ott a helyszínen, úgyhogy este elmentünk igazából az egyik kedvenc éttermünkbe, és így szűk családi és baráti körben ott egy picit megünnepeltük, nyilván nekem csak barátaim lehettek ott, a családom nem. Úgyhogy hát majd az igazi ünneplés az majd otthon vár rám, hát 11-ig lehet ünnepelni, ugye. Hát de jó. De akkor ezek szerint a Mladenovic családdal együtt ünnepeltél, tehát együtt maradt a páros, és ünnepeltél meg a közös győzelmet. Abszolút, igen. Hát végignéztük először is a férfi döntőt, ott maradtunk még egy kicsit, megnéztük a Nadal-Djokovic döntőjét, és utána mentünk el egy étterembe. Nekem volt olyan szerencsém, hogy három nagyon jó barátom kint volt, és meg tudtak nézni. De jó. A család most így nem tudott kiutazni, de igen, így a Krisztina és a Krisztina családja is igazából már az én családom, úgyhogy ezért valamilyen szinten családi hangulatban telt azért az este. És mi lesz a folytatás? Most mondtad, hogy még ott vagy kint, karanténban voltál, most már nem vagy. Mikor jössz haza, mi a terv, mikor lesz a következő verseny, mikor jössz be hozzám a műsorba? Most nem nagyon szeretném. Azt szívesen bármikor, ha haza megyek, és majd kicsit lenyugszanak a kedélyek, meg én is kipihentem magam, de most egyelőre ilyeneken nem is gondolkodom, csak azon, hogy örülök, hogy nyertünk, aztán majd alakulnak a következő hetek. Tehát akkor nincs is terv, hogy te most mikor ülsz repülőre, és mikor jössz haza? Egyelőre még nem annyira, nem. Jó, hát akkor élvezd ki ezt a sikert, pihenj, meg egyáltalán az, hogy végre kiszabadultál, és kimehetsz a szabad levegőre. Igen. Gratulálom még egyszer, és szabadon foglak, mert ugye ez most elhangzott országvilág füle hallatára, hogy bármikor szívesen bejössz ide a presszomba. Igen, várlak. Igen, a három győzelem is elhangzott. Igen, de hogy azt mondom, hogy így lett a háromból négy, hogy most megvédtétek, tehát előtte csak három volt. Így van. Mindenem fennakadnak a sportolók. Timi, bocs a bakiért, de ki akartam próbálni, hogy figyelsz-e. Tudod, mi férfiak nem hibázunk. Persze, tudom. Tudom, persze. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál. További jó étvágyat, vigyázz magadra, és amikor hazaérkeztél Magyarországra, akkor várlak szeretettel. Rendben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szia. Babos Timivel beszélgettünk. De miért nem szóltál, hogy már négyed? Csak mutogattam, hogy már négy. Ja, jó, nem láttam. Azt hittem, hogy hármat mutatsz. Hát azért ez durva. Azt a mindenit. Na figyelj, ez lesz a következő kérdés. Az első kérdés hozzád, amikor majd visszajövünk megint egy zene után, hogy ti egy-egy koncert után hogy ünnepeltek? Erre is kíváncsi vagyok. Okay. Mert én a rocker öltözőket ismerem, hogy mi történik Karmel öltözőjében. Ezt nem sokára megtudjuk. Most viszont itt van az ABBA 2040-kor a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Molnár Ferenc Karamell. Hello. Hello. Köszönöm szépen, hogy engedélyt adtál erre a kis kitérőre, hogy nem csak veled foglalkoztunk, hanem Babos Timivel is, de milyen jó, hogy megígérte, hogy eljön majd a presszóba. Jó fej volt. Éppen egyszer Magyarországra téved véletlenül. Viszont az is jó volt kicsit belelátni, hogy ünnepelnek például a teniszezők egy-egy siker után, mondjuk azt sejtettem, hogy nem másznak négy kézláb a földön, tehát odáig nem jutnak el. Nagyon sok ilyet láttam mondjuk egy rocker öltözőben, vagy rock színpadok mögött a backstage-ben, de például egy jól sikerült Karamell koncert után mi történik? Mindenki hazamegy, tehát azt gondolom, tehát nézve a színpadot, hogy ott kicsit visszafogottabb emberkék vannak a színpadon. Épp ezért nem is feltételezem azt, hogy amikor lejöttek a színpadról, a koncert után egy nagyon nagy dajdajozás lenne. De nyugodtan megcáfolhatsz. Nem, egyébként abszolút jól érzed, szóval nyilván tök jó lett volna erre azt mondani, hogy de, hogyha teljesen más, hogy így rock and roll van a romantikus lassú dalok után rock and roll van az öltözőbe, de nem. Maga a zenekarom se olyan alkatú, ezt tök jól levetted, nem olyan alkatúak vagyunk egyikünk se, aki így nagyon
De azért, hogy azért összejártok? Tehát, hogy ha egy alapzenekart nézünk, amelyik tényleg folyamatosan jár próbálni, hát ti is ugyanúgy jártok próbálni, nem csak a színpadon találkoztok. Hogyne, persze. Egy zenekar általában sütöget néha együtt, vagy elmennek próba helyett, vagy próba után, megisznak egy kávét, egy persze, ilyenek ezek, vannak nektek hogyne, is. Természetesen. Csak tényleg kávét iszunk, és nem tudom, fölpattintunk, tudod, egy ilyen 4,5 literes viszkit, és akkor ott lealjasodunk. Alapvetően ilyenek vagyunk. Sose fordul még elő ilyen veletek. Hát azt nem mondanám, hogy nem fordult elő. Szóval az elmúlt 15 évben azért nyilván nekünk is volt olyan, hogy nagyon meg kellett ünnepelni. Nagyon berúgtunk a koncert után, de nem azért, mert ünnepeltük magunkat, hanem ilyen spontán így elkezdtünk. Nem tudom, valahogy úgy jött a pillanat, de hát ez nem tudom, 5 évente, 10 évente egyszer fordul elő. Én eleve, aki engem ismer, tudja, hogy én egyáltalán nem iszom. Nem is tudlak elképzelni egyébként. Tehát az, amit az előbb is beszéltünk, hogy te egy nagyon maximalista vagy. Nem láttam még sok olyan énekest, pár fesztiválon már konferáltam nagyon sokakat, többek között téged is. De mindig beénekelsz. Ha egy fél órás fellépés van, ha csak 2 dalt kell énekelni, mindig beénekelsz. Épp ezért azt gondolom, hogy a koncert után is vigyázol a hangodra. Igen, mondhatjuk, de hát nyilván de hogy mondjam, azért nem ebből áll az életem, hogy beéneklek és vigyázok a hangomra. Szóval azért én élem az életemet. Nagy szerencse, hogy most mondom, ami van, hogy én nem szeretem a piát. Szóval én azt gondolom, hogy egy énekesnél ez egy nagy szerencse, hogy nem szereti a piát. Mert ma olcsón megúszom a vendéget. Igen. Szóval az én esetemben tudod, nincsenek ezek az ottmaradások. Én eleve nem is tartom. És ez meg akkor sem volt, amikor még nem volt családod, tehát nem a család hozta ezt kibelül, hanem korábban sem volt. Korábban ilyen. Sem, de nyilván szerintem minden ember életében van egy olyan korszak, amikor egy kicsit megtolja a rock and rollt. Nekem is volt, mit tudom, 1-2 ilyen évem, aha, nem tudom, 20 éves koromban, amikor így bulisztam. Hát nagyon furcsa ezt így mondani, hogy még akkor jártunk szórakozó helyekre, tudod így, hát lányokkal ismerkedni meg. Tehát tudod, a 20 éveseknek az életét. Az életrendje. Igen, éltem én is nyilván, de... Ahogy Pulsanyi mondaná, ez benne van a fotballban. Ez benne van, igen. De most már máshogy gurul a labda, meg alapvetően nálam máshogy gurul egy picit a labda, úgyhogy ilyen szempontból nem vagyok egy túl klisés előadó, vagy nem is tudom, hogy... Szerintem ezt már akkor is lehetett látni rajtad, amikor először tényleg megláttunk téged a színpadon, amikor megmutattad az első dalodat, az első olyan dalodat, amit te saját magad írtál saját magadnak, és ráadásul az egyből bejött az embereknek, hogy az milyen pillanat volt, hogy tulajdonképpen még ismeretlenül el tudtál énekelni egy olyan televíziós műsorban, amit az egész ország nézett egy saját dalt. Ugye ezt neked át kellett verekedni? Erről még sosem beszéltünk. Vagy ez teljesen egyértelmű volt, hogy te azt énekled, és kész. Képzeld el, hogy nem volt egyértelmű egyáltalán, mert ugye akkor még nem is lehetett saját dalokat énekelni ilyen műsorokban, viszont amikor megmutattam először a dalt, ugye a műsornak akkor a zenei producer a Piero volt, ő volt a felelős a minden elhangzott zenéért, a hangzásért, a dalokért, és ahogy megmutattam neki a Szállok a dallalt, onnantól kezdve nem volt kérdés, onnantól kezdve ő mondta, hogy ezt kell énekelned. Szóval ez egy nagyon jó, nagyon hálás vagyok a mai napig neki ezért, hogy nem csak, hogy hagyta, hogy elénekeljem a saját dalomot, hanem abszolút támogatott ebben. De egyébként az egész műsor támogatott ebben, és hát nem gondoltuk volna, szerintem ők sem, hogy ennyire, hú, nem is tudom. Szóval nekem az a 2,5 perc, amikor énekeltem ezt a dalt a tehetségkutató színpadán, én valóban azt éreztem a 2,5 perc alatt, miközben énekeltem ezt a dalt, hogy most változik meg az életem. És az a jó, hogy és ez nagyon durva volt. Soha nem vetted fel a stúdióban, mert azt gondoltad, hogy ha már egyszer így ismerte meg az ország, igen, meg hál' Istennek jól is sikerült, talán nem is véletlenül, akkor tényleg legyen egy lenyomata annak a 2,5 percnek. Igen, ez pontosan így történt, hogy a rádió elkezdte másnap játszani ezt a dalt, és még benne volt a taps, a közönség, az adás hang. Szóval valahogy úgy volt az igazi. Itt nekem a Presszóban van egy ilyen detektor, hogyha kimondja valaki egy dalnak a címét, akkor az egyből elindul. Úgyhogy ezt már nem tudjuk visszacsinálni. Elindul a Szállok a dallal, és meg is hallgatjuk. Aztán beszélgetünk tovább Karamellel, itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával.
Mai vendégünk Molnár Ferenc Karamell, hello! Jó estét kívánok! 10 perc elmúlt 9 óra. Ma már egyszer szóba került így kettőnk között Phil Collins, és tessék, hát ez én mondom, amit kimondunk, érted, van itt egy detektor, azt így beadja. Ennyi a gondolat teremtő ereje. Metallica. Az nem jött. Az is jöhetne pedig egyébként. Jó, hát most, mondjuk, hogy mondod. Mondjuk sokszor. Figyelj csak, van itt egy kérdés, ezt már elkezdtem, mielőtt a Babos Timit bekapcsoltuk volna, hogy de ezen ne sértődj meg, tehát vannak olyan retro hallgatók, akik a sokkal idősebb korosztály zenéjét hallgatják. De Tóth Ádám kérdését akkor is fel kell tennem, mert helyre kell tenni ezt az egészet. Júj. A Megasztár után hol énekeltél? Egyedül vagy együttesben szoktál énekelni koncerten? Értem a kérdés, és szerintem tök jogos is a kérdés. Én a Megasztár után rögtön úgy döntöttem, hogy zenekarral fogok színpadra állni, és ez most már több mint 15 éve történt, és hát mindig élőbe játszunk, élő zenekari kíséretben. Hát nyilván ez egy, szóval mi nem egy banda vagyunk, hanem ez egy session zenekar, aki mögöttem van, de már most de már kezdem... Ez azt jelenti, hogy változik a felállás? Nem, egyébként nem, most már nagyon hosszú évek óta ugyanazzal a felállással játszom, és nagyon szeretem őket emberileg is, azokat az érzéseket, amiket megmutatnak magukból a színpadon, azzal is nagyon tudok azonosulni. Szóval egy szuper jó banda van mellettem, mögöttem, és ez nekem nagyon fontos, hogy az élő zenét így, hát hogy is mondjam, így erőltessük. De ezt csak koncerten van mögötted ez a banda, vagy a stúdióban is, vagy esetleg alkotáskor? Ez is egy nagyon jó kérdés, egy nagyon, nagyon aktuális kérdés, mert ugye most készítek egy új lemezt, meg ugye több projektet is csinálok, így a saját dalaim mellett. És mostanában képzeld el, hogy eddig úgy volt, hogy hangszerelőkkel, zenéproducerekkel dolgoztam, de mostanában valahogy az van, hogy szeretem megcsinálni egyedül így mondjuk a hangszereléseket, vagy ezen kísérletezni, és mostanában a zenekarommal is egyre többet így összejövünk, és hát így zenélünk együtt. Vagy... Tehát bevonod őket az alkotási folyamatba. Így van, bevonom őket a folyamatba, és nagyon-nagyon élvezzük. Én a legelején is így készítettem a lemezeimet, és most újra kicsit így nosztalgiázom ebben a világban. Egyébként a műsor végén meg fogunk hallgatni majd egy vadonatúj dalt, arról majd külön beszélsz is. Viszont elkaptam egy mondatot még a hírek előtt, mondtad, hogy azért te nem úgy éred az életet, hogy folyamatosan csak beénekelsz és a hangodra vigyázol. Mennyire van jelen a zene a mindennapjaidban? Tehát ez úgy képzeljük el, mint egy munkahely, hogy te azt mondod, hogy 8-tól 4-ig tudsz foglalkozni a zenével, és aztán utána direkt nem foglalkozol vele, hogy ki legyél éhezve, vagy amikor van ihlet, akkor mindent félre tudsz tenni. Én ez a mindent félre tevős, és nagyon elmélyedős, és hát nekem erre kell igazából ügyelnem, hogy hát, hogy néha azért kijöjjek ebből a, hát mondjuk állapotnak, amikor ugye az ember inspirált és szeretne valamit megmutatni, vagy valamit elmesélni. Nekem a, hát ez lehet, hogy furcsa hangzik, de az 24 órám erről szól. És azért most sokan így felhördülhettek, hogy 24 órát aludni is kell, de képzeljétek el, hát hogy én még álmomban is szóval nehezen veszem rá mostanában, ezt tudom, hogy baj, de nehezen veszem rá magam az alvásra, mert annyira el vagyok mélyedve a hangszerelésekbe, abban, hogy azért ezt sokan nem tudják, hogy azért nem csak abból áll mondjuk egy dalszerzés, hogy leülsz egy zongorához és írsz egy dalt. Nagyon sok tanulás például, hogy az ember picit jobban el szeretne be mélyedni, tényleg, hogy vége láthatatlanul tudsz kutakodni, és technikai fogásokat nézni, és most nem az éneklésről beszélek, vagy a dalszerzésről, hanem például a hangszerelésről, a keverésről, az ilyen technikai dolgokról. Jó, de hát, ha ennyire elmélyedsz benne, akkor te kijelölsz egy időpontot, hogy na, akkor ennek a dalnak október 10-ig el kell készülni, vagy mikor van kész? Tehát mikor érzed azt, hogy kész? Hát akkor mindig hozzá lehet tenni valamit, mindig lehet valamit változtatni. Sajnos ez így van. Sajnos ez így van. Mostanában azt mondom, hogy akkor van kész egy dal, amikor már kimaxoltam a saját technikai képességeimet. És most tényleg ezt nem akarok ennyire szakmázni, mert lehet, hogy untatja a hallgatókat, de hogy
nem csak az éneklésről szól ez az egész, megmondom a dalírásról, hanem beszéljünk sokkal... akkor megint az ivásról inkább, vagy mi? Inkább. Ja, szóval, szóval így... és már nem tudom, mire kell válaszolnom. Jó, azokat nem akarsz szakmázni. Lényeg az, hogy egyszer csak elkészül egy dal, amikor nem, úgy nem érzed, szeretném hogy... tényleg untatni a hallgatókat. Akkor van kész egy dal nálam most, amikor azt érzem, hogy már én technikailag, személy szerint nem tudok több mindent megvalósítani, mondjuk egy hangszerelés, és akkor azt mondom, hogy hát akkor ezt most már így hagyom, mert nem tudom megcsinálni azt a technikai dolgot ott a, nem tudom, a 18. ütemnél a kiállásban, akkor inkább belengedem, és akkor... De ezelőtt egy órával mondtad, hogy addig szoktál menni például a zenekarral a hangszerelésben, amíg nem hallod azt, amit a, ami a fejedben szól. Így van, de... Magad a kapcsolatban megengedő vagy? Igen, azért, mert ami a fejemben szól, az egy hogy mondjam, oké, hangszerelés, de hogy mégis annak csak egy ilyen váza, vagy egy lüktetése, vagy egy hangulata, vagy egy ilyen hangképe. És nyilván, amikor az ember egy ilyet elképzel, azért van egy folyamat, amikor elkezdesz felépíteni egy dalt, hogy így közben változik, szóval ezeket nem lehet tudni előre. Hmm. Szóval ezeket azért nem tudom előre elképzelni, mert nagyon sok dolog például a stúdióban ilyen véletlenből fakad, hogy véletlenül rosszul állítasz be egy potmétert, és abból lesz egy zaj, ami inspirál valami másra, vagy egyszerűen két hang összeadódik, és idézőben halucinálsz egy harmadikat. És ez képes megváltoztatni az eredeti elképzelést a fejedben. Így van. Jó. Így van. Na jó, ne szakmázunk tovább. Igen. Nem hiszem, hogy ez egyébként untatná a hallgatókat, mert szerintem tök érdekes, ahogy egy zeneszerző, egy alkotó elmeséli, hogy hogyan alkot. De ettől függetlenül más irányba fogunk most tovább menni. Készülj egy kicsit a listával, mert okay, rövidesen közre kell adni. Ugye Karamellt is megkértem rá, hogy készítsen egy top 10-es listát, és nem sokára majd erről is fogunk beszélgetni. De előtte itt van Stevie Wonder, és aztán folytatjuk Karamellel a beszélgetést a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Molnár Ferenc Karamell továbbra is, viszont Sütike egy másik előadó nevét írta bele az SMS-ébe, úgyhogy szeretném elolvasni. Hello Csaba, a Kovács Ákost is meghívhatnád, a pályafutását nézve van mit mesélnie. Sütike október végén, mondjuk október 29-én szintén kapcsolt be. Meg addig minden este, de október 29-én feltétlenül legyél itt velünk, jó? Viszont van egy másik SMS Gézáé, aki írt egy olyat, amire szerintem Karamell jól fog tudni reagálni. Beszéltünk arról, hogy a Szállok a dallal című slágeredet nem vetted fel újra, úgy kezdte el játszani a rádió. Igen. Úgy hagytad, azt mondtad, hogy azt a pillanatot ott megörökítették, és az úgy tök jó. Én azt gondolom, hogy ezt ma már nem így énekled. Igen. Ezt beszéltük is. Nyilván így van, igen. Azt mondja a Géza, hogy ezt a dalt viszont nyugodtan felvehetted volna azóta más stúdióban, helyre téve minimum a nyelvi hangsúlyokat. Biztos más is mondta már, de hidd el, sokunknak mindig eszébe jut, hogy a prozódia, a szóvégi más hallhangzók, stb. Mennyire nincsenek rendben. Mert hogy ez ott, jogos. Ott elkezdtél jogos képviselni kritika, egy stílust, ami addig Magyarországon nem nagyon volt jelen, vagy legalábbis, ha jelen is volt... Nem tettek annyira magasul a prozódiára, mint amennyire te ott tettél, mert hogy nem az volt a fontos. Igen. Ezzel nehezen tudok vitába szállni, ez valóban így van, hogy azért nekem is bántja a fülemet. Így ezek a indokolatlanul megduplázott ellek. Szóval engem ez amikor a világot helyett villágot, ez nem tudom, hogy miért énekeltem így egyébként. Mert valószínűleg az eredeti dallam, amit megalkottál rá, lalalával, kamuangulással, többi. Nagyon egyszerű, ez volt az életem első szereplése. Ez volt életem első saját dala. Bocsánat, hogy beléd folytam ez ilyen, a szót. Így jött ki. Én meg folyamatosan arra gondoltam, hogy te tényleg képviselsz egy stílust, ami addig nem volt, viszont nincs is magyar megfelelője. Biztos, hogy ennek is van köze hozzá, de ez... Igen, erre kell azt mondani, hogy jogos a kritika. Szóval, hogy okay. Így, ez egy egyszerűen tényleg egy helytelen. De ha már kritika, azt is sokszor hallottam, hogy mondják, hogy de túl sokat hajlítasz. Na, az is egy stílus. Az viszont már más tészta, szerintem, mert az, hogy amikor van egy ilyen szó, hogy világ, és én azt éneklem, hogy villág, az egy, és azt mondják, hogy figyelj, ez nem jó, igen, akkor azt mondom, hogy ezzel egyetértek. A frazírokkal egy kicsit más a helyzet egyébként, mert
ott azért nem mindig értek egyet ezzel a... Hát én abszolút nem. Tehát, hogy te úgy használod a hangodat, mint egy hangszert. Lefogsz többféle hangot. Figyelj, most erről lehet, hogy nem kéne beszélnem, mert soha nem szoktam az ilyenekre reagálni, de hogy öregszem, úgy látszik, hogy megengedek magamnak. De ne kritikaként ilyet, hogy... fog fel, csak beszéljünk róla. Igen, engem az zavar ebben a dologban. Szóval ez is ízlés dolog, ez már ízlés dolog, hogy valakinek vagy tetszik, aha, vagy nem. Szóval egy hajlításra lehet azt mondani, hogy rossz, hogyha az rossz. Mármint, hogyha nincsenek a helyén a hangok, a dinamika, stb. Engem egy picit kezd zavarni, vagyis voltak olyan évek az életemben, amikor zavart az, hogy a magyar fül egyre kevésbé egyre jobban idegenkedik a hajlításoktól, és ezt nem magam miatt mondom, vagy a saját védelmemben, de ha megnézzük azért a magyar folklort, a magyar népzenét, hát annak a lelke a hajlítás. Igen. Szóval, ha abból kiszednénk a hajlításokat, akkor vagy bármilyen etnikus népzenéből kiszednénk a hajlításokat, akkor kb. Megszűnne annak a kultúrának a népzenéje, mert a hajlításoktól általában olyanok a népzenék, amilyenek. Illetve a skáláktól. Mindegy, nem akarok ennyire... Hát ne legyünk álszentek, hogyha Whitney Houstontól elfogadtuk, akkor... Jó, hát nyilván nem úgy éneklek, mint Whitney Houston. Azt azért... Jó, de hát hogyha az ő zenéjéhez hozzátartozik, akkor miért ne tartozhatna hozzá te zenédhez? Ezt gondolom. Figyelj, ez bonyolult téma. Lehet, hogy nem is tudnék ebben most úgy belemenni, hogy ne bántsak meg senkit. Előadókat, vagy a közönséget? Nem, hanem... Akkor nem menj bele. Ne bántsak senkit. Nem így konkrét embereket, hanem... Jó, akkor mondom, ahogy van. Ilyet mondom, szerintem még van. Nem mondtam. Tessé. Vagy amit érzek, hogy azt gondolom, hogy mi roma előadók azért tehetünk erről egy picit, hogy a magyar fül érzékenyebb a hajlításokra, mert hát sokszor elrontottuk ezt, hogy túlhajlítottuk, meg nyilván ez szóval mindannyian belecsöppelünk, tudod, ilyen rutintalanul, vagy belecsöppentünk ilyen rutintalanul ebbe az egész szórakoztató világba, és megadatott a lehetőség, hogy énekeljünk, dalokat írjunk, és ezt úgy valósítsuk meg, ahogy mi szeretnénk. Nagyon kényesen próbálok most már ügyelni egyébként arra, hogy olyan mennyiségű hajlítás legyen, meg ott legyen a dalba, ami még élvezhető és nem öncélú. De nyilván ezt 15 évvel ezelőtt egyszerűen nem láttam át, tudod, nem tudtam magamat külső füllel hallgatni, és még ha hallgattam, akkor se volt olyan... Szóval nem tudtam fölülemelkedni a saját. Nem biztos, hogy most már tudok egyébként, de az biztos, hogy az elmúlt években sokkal jobban figyelek ezekre, meg amióta... Hát ugye eltelt 15 év, és elég sok dalszöveget írtam azóta magamnak, másoknak is, és kényesen ügyelek most már arra, hogy egyszerűen, de ezt meg kell tanulni, tudod, meg kell tanulni tisztelni a saját nyelvünket. Még egyszer hozzáteszem, én egy cigánytelepen nőttem föl. És tudod, ahol egész máshogy beszélnek, más ízzel. Többször elmondtad, és én örülök, hogy behoztad az identitásodat, mert azt gondolom, hogy te egy példakép lehetsz azok számára, és nem is feltétlenül a fiatalabb roma gyerekek számára, hanem egyáltalán romák számára. Hogy onnan te jössz, és te mondtad a cigánytelepről, kitartással, hittel, akarattal, és főleg tehetséggel, ami szerintem a romáknak nagyon-nagyon megvan, főleg a zenéhez, bár egyszer, mintha mondtad volna, hogy azért nem születünk a vérünkben a zenével. Így van. De hogy azért el lehet érni. Nem csak el lehet érni, másiknak. De azt azért hozzá kell tenni ahhoz, hogy én elérhettem ezt, ehhez azért kellett egy egész ország. Szóval ez 50%-ban a jó Istennek köszönhető, 50%-ban pedig a magyar embereknek. Szóval hogy oké, hogy én nyertem meg a Megasztárt, de azért nyertem meg, mert a magyar emberek, és ezek alatt most félreértés ne essék, értem a roma embereket is, aha, mielőtt még bárki azt gondolna, hogy nem, az ország nyerette meg velem ezt a műsort, és én azért csinálhatom azt, amit csinálok. Azért, szóval... mert felfedezték a tehetségedet, felfedezték, hogy te tudod őket képviselni, például a romák valószínűleg ezért szavaztak rád, mert nem tagadtad meg, hogy honnan jöttél, mert tisztában vagy vele, hogy ki vagy. Igen, bár
hogy bár, mondjam... Bár Magyarországon, és ezt most talán ezen a késői órán elmondhatom, nem véletlenül használunk ilyen szavakat, érted, hogy ne cigánykodj már például. Tehát én nem tudom, hogy például, hogy ez neked, és egyáltalán a románknak hogy esik, amikor egy ilyet hallasz. Érted? De igen, én azt nem... gondolom, most erre muszáj válaszolnom, én azt gondolom, mindent a helyén kell kezelni, szóval, vagy meg kell próbálni mindent az életünkben a helyén kezelni, akár egy ilyen rossz áthallásos megjegyzést is, mert lehet ezt úgy is mondani, hogy nagyon bántó legyen, de lehet ezt úgy is mondani, hogy egyébként semmi nem történik, és egyáltalán nem sértő, szóval én azt gondolom, hogy a... Nekem most nem a sértés volt a szándékod, tehát a félreértés persze. Szóval én soha nem sértődök meg azon, hogyha azt mondják rám, hogy cigány. Szóval attól függ, hogy hogyan mondják. Szóval a romát is lehet úgy mondani, hogy az nagyon, nagyon bántó legyen, de azt is lehet bántóan mondani, hogy Molnár Ferenc. Szóval érted? Szóval bármit lehet. Hát tök... De szerintem ezt nagyon, én nagyon nagyra értékelem. Eleve a művészetet minden, de azt, hogy te így kiállsz a romák mellett, és tulajdonképpen zászlóvivőként mész elől, és mutatod nekik az irányt, az utat, és tereled őket a jó irányba, és nem azért, mert rossz úton járnak, hanem egyáltalán tényleg mutatod az utat, én azért nagyon-nagyon tisztellek. Hát nagyon szépen köszönöm. Nem akarok ilyen útmutató lenni egyébként, vagy nem szeretném túldimenzionálni a saját szerepemet. Magával az életeddel, a viselkedéseddel, a hozzáállásoddal, az élethez való hozzáállásoddal Nem utat szeretnék mutatni, hanem elmesélni azt, hogy, vagy megmutatni azt, hogy van remény. A pont, amit te mondtál, hogy egyébként Magyarországon egy cigánytelepről is meg lehet nyerni egy Megasztárt, meg lehet nyerni egy X-faktort, ugye a legutóbb X-faktor győztese is egy roma, egy határon túli roma fiú, aki nyilván az esélytelen lenne, tudod, így szóval nagyon nehéz egyébként így kitörni, de mégis ez az ország azért szerintem folyamatosan bizonyítja, hogy igenis esélyt ad annak, akiben lát fantáziát vagy lehetőséget, és ez szerintem nagyon szép dolog. Én örülök, hogy erről most beszéltünk. Én is nagyon. És nem azért, mert van mit helyre rakni, hanem mert egyszerűen kivel beszélgessek erről, ha nem veled. Hát persze. Viszont jön a listád, figyelj, jó? Tehát a következő alkalommal, amikor bekapcsoljuk a mikrofont, akkor már a 10-es listádat elő kell venni. Figyelj, az érdekes, hogy én fölírtam kb. 25 dalt, az érdekes, hogy ami most így felcsendül, ezt is rá kellett volna írnom. Nem tetted rá, ez a nagyon nagy. Itt a Retron. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Molnár Ferenc Karamell, annyira jó volt az előző kis körünk, hogy reagáltak egyből hallgatók, számítottam rá. De jó. Hogy azt írja Géza, aki ugye mondta a prozódiás problémát, hogy az, hogy felvállaltad a kritikát, meg a respekt, ma ez nem divat, ember vagy. De kedves, hát köszönöm szépen, meg a kritikát is egyébként. Hidd el, igazi példakép vagy, egy igazi ember, és köszi az őszinteséged. Köszönöm, hogy vagy nekünk. Nagyon jó csávó vagy, írja Karva is. De jó, köszönöm. És még egy ilyen, nem tudom, mit tudsz kezdeni ezekkel a érzelmi kitörésekkel, de én szeretném veled megosztani, meg a többi hallgatóval is. Toma Gabriella állandó vendégünk itt a Presszóban, a Facebook oldalunkon írja. Nagyon szeretem Karamell gondolatait, már a nulladikat is, vagyis mielőtt megszólalna, mert nála a szeretet már a csendben is jelen van. Számomra ő a szeretet lámpása. Úristen. És ehhez hozzáteszi valaki, Ibolya, a magyarázatot, hiszen Török Szent Miklósról származik. És ezzel megmagyarázott mindent. Nagyon kedves üzenetek, aztán. Tök jó. Na, viszont elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy neked is közre kell adnod a 10-es listádat, a top 10-es listádat, ugye erre kérjük hallgatóinkat is, hogy állítsák össze ezt a top 10-es listát, küldjék el a kedvenceim kukac@retroradio.hu e-mail címre, szóljanak bele, mondják el, mi szóljon a retróban. Mondd el te is! 25 dalt írtál fel erre a listára. Vagy 30-at. Igen, pont azt mondtam, hogy én nehéz helyzetben vagyok, mert 10 műfajt is nehezen mondanék, ami kedvencem, tudod, így leszűkítve. Jó. Az mekkora lenne, ha azt mondanánk most a hallgatóknak, hogy írjanak SMS-t gyorsan, vagy Viber üzenetet, vagy bármit, hogy mik lesznek rajta Karamell listáján. De hát ezt de most nem fogjuk ezzel húzni az időt. Akkor szerintük mi a kedvenc? Szerintük mi a figyelj, most én legjobb dal a világon szerintem? Képviselem a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy Michael Jackson van a listádon. Kell, hogy legyen legalább egy dal. Van.
De hol van a listán a Michael Jackson? Azt is mondd el. Tehát hát itt az 30... első negyedben. Első negyedben? Első negyedben. Beat It. Most csak a thrillert írtam föl thriller? Egyébként, de nyilván Jacksontól azért fölírhattam volna még jó pár dalt. Én ilyenkor nem csak magát a dalt, hanem a társadalomból kiváltott hatását is, vagy hihetetlen. Hogy mit képvisel a... Hihetetlen. Mert ezeket is megéltük, tudod? Ha, amikor kijött a Michael Jacksontól a thriller, vagy a Man in the Mirror, szólt valamiről, és a társadalom visszajelzett valamit, és mi ezt is megéltük, hogy hogyan éljük meg nem csak a dalt, hanem hogy az üzenetét. És azért a Jacksonnál szerintem nagyon fontos üzenetek voltak, amik most nagyon aktuálisak. Például Man in the Mirror. Jó, akkor én most nem mondom. Mondd te. Hát szerintem a világ legjobb dala, vagyis inkább az, ami engem a leginkább megérintett, az a Beatles-től a Yesterday. Szóval, tudod, az egy... Azt nem lehet könnyek nélkül végighallgatni. Szóval... Énekelted már? Fogom énekelni, de hát az egy olyan dal, tudod, amit így... De ahhoz hozzá lehet nyúlni, mert én hallottam már annyiféle feldolgozásban, de valahogy mindig az eredeti a jó. Hát ott mindig is az lesz a legjobb. Szerintem alázattal kell... El kell énekelni a dalt egyszerűen, mondjuk egy gitár vagy egy zongora kísérettel, és meg kell tisztelni a dalt, és repülni kell vele, mert annyira csoda az a dal. Az tényleg. De egyébként... mondjuk ide azért be lehet emelni a Beatles-től rengeteg albumot, meg az Imagine-t, meg a rengeteg dolgot. Egy héttel ezelőtt Mezőmisivel kezdtük el ezt a sort, és neki is rajta volt a Yesterday. Hát ez szerintem, ja, ez jó. Na menjünk még, eddig kettőt mondtál. Csak azért mondom most gyorsan a Queen-től a Bohemian Rhapsody-t, hogy nehogy kifelejtsem, mert soha nem fogom azt az érzést elfelejteni, amit éreztem, amikor nagyon pici gyerekkoromban először apám a Bakelit lemezjátszon lejátszotta óriás hangerővel a Bohemian Rhapsody-t, és nem tudtam eldönteni, hogy tetszik vagy nem, de éreztem, hogy valami olyan különlegeset hallok, a hatását érezni lehet. Egy 8 éves gyerek még ezeket nehezen tudja megfogalmazni, meg így lejátszani magában, de azt éreztem, hogy ilyet nem fogok hallani soha többet. Ez annyira különleges. És nem is hallottam azóta, és soha nem is fogok, abban már biztos vagyok. Húzom a strigulát, 3-nál tartunk eddig. Jó, akkor jöjjön egy nagy kedvenc, ami viszont már kicsit más, itt a hangzás az, ami engem nagyon megragadott, az a Toto. A Totótól nagyon sok minden, de mondjuk most pont az Afrikát írtam föl, mert az én zenémben, hogyha valaki egy picit megkapargatja itt a hangszereléseket, szinte minden dalomban ott vannak ezek a marimbás, kicsit afrikai hangzású, ütős hangszerek. Az Afrikának ugye ez az egyik fő motivuma, és ez hát egy rock, olyan szerelem, igen, és ez egy olyan szerelem ez a hangzás nekem, ami én szerintem a frissebb dalaimban az utóbbi 8 évben, ha lehet ezt frissebbnek nevezni, mindig jelen, vagy próbálok utalásokat tenni, hogy én egyébként Totó rajongó is vagyok. Négy? Hát akkor most, jó, Prince. Prince-től a Purple Rain. Óriási. Micsoda zeneízlés. A felénél tartunk, és eddig csak külföldieket mondtál. Nem tudom, van-e ebben tudatosság? Van, mert a magyarok most jönnek. De második fele magyar lesz? Igen, azért próbáltam a magyarokra is fókuszálni. Nagyon szerencsés embernek tartom magam, hogy gyerekkoromban ugye nem csak a külföldi brit, meg a amerikai zenéken nevelkedhettem föl, illetve a tradicionálisabb roma műfajok mellett. A magyar bandák is, az akkori magyar zenekarok hát valami olyan csodát képviseltek, ami hát nálam azért van olyan szinten, most nem azt mondom, mint a Queen-től a Bohemian Rhapsody, de azt hiszem, hogy a többiekkel fölveszik a magyarok a versenyt nálam. Szóval az akkori magyar zenekarok... Na mondj dalokat, meg előadókat. Jó, mondok akkor konkrétumokat. Mondjuk melyik kezembe harapjak? Hát akkor az Omegától a Fekete Pillangó. Az például azért... Menekülj, amíg nem késő. Nekem... Ez is egy olyan dal, ami az érzéseket soha nem fogom elfelejteni, amit éreztem, amikor anyám hallgatt ezt a dalt. Aha. Szóval, és azért hangszerelésben ott olyan akkordkört van, amit azóta se hallottam soha. Nagy tervem, hogy egyszer így ezt az akkordkört
kört, vagy a valami részletét felhasználni, mert annyira jellegzetes, annyira ikonikus szerintem ez a harmónia, mert meg ez az egész dalnak ez a olyan atmoszférája van, szóval nagyon szeretem. Na tessék, menjünk gyorsan tovább, mert most két dalt leszeretnék játszani, az egyik a listádról, bármit, még nem döntöttem el, meg még van egy saját dal, amit leszeretnék játszani, úgyhogy a maradék négyet mondom. Jó, csak azért most a következő, akit mondani fogok, az Ákos lesz, mert szóval rám egyszerűen nagy hatással van a mai napig, és nyilván ez gyerekkorom óta tart, és én nagyon szerettem, meg nagyon szeretem a mai azt napig. Hogy van hasonlóság köztetek a profizmusban, például a hozzáállásban. Hogy, nem hogy, tudom, nem is ezért mondtam egyébként. Hogy minden rajta tartja a kezét, ugyanúgy, mint te a zenein, érted? Tehát, de mondom, abszolút nem ilyen szempontok alapján, hanem a nosztalgiám alapján. Most a Ákostól a Hello például az, ami beugrott, amit így fölírtam, ilyen felírhatnék rengeteg gyönyörű és csodás, meg húzós, dögös Ákos nótát, de valahogy ez ugrott be, mert Dorozsmai Péter nekem nagyon nagy példaképem, és ugye ennek a dalnak ő írta annó a szövegét, és az egész hangszerelés, például az Átutazók című dalomban próbáltam erre is egy pici utalást tenni a hangzásban, picit megidézni az Ákos Hello-nak az intróját, de aztán ez annyira jól sikerült, hogy konkrétan ugyanazt megcsináltuk a stúdióba, és inkább változtatni kellett rajta, hogy ne nyúlásnak tűnjön, hanem tényleg tisztelgésnek. Még mindig van három. Hát akkor az Oránt azt nem hagynám ki a sorból, mert nekem ő szintén egy nagyon fontos ikonom, mind zenéleg, mind hangszerelésben, mind a dalszövegek, és itt konkrétan nem is írtam dalt, mert Zorán az egy világ. Zorán. Szóval ő egy világ. Szóval az a világ, az én nagyon szeretem azt ezt a törékeny, intim világot, amit ő, és ezt az igényességet. Szóval csoda. Hát és a V-motorok. Szóval az nálam így az egyik legnagyobb meghatározója a zenémnek egyébként. A zenémnek, a lüktetéseknek, a hangszereléseknek. Ez a riff szerelem, vagy nem tudom, hogy máshogy mondani, a Lehr Istvánnak ezek a szinti témái. Én ezek előtt a mai napig minden dalomban próbálok utalásokat tenni, hogy itt tisztelegni így a hangszerelésekben, mert annyira megelőzte a korát, és az az egész zenekar. De hál' Istennek nagyon sok ilyen zenekar. Ez most az a változat, ami az eredeti. Igen. De ez a te előadásodon is ikonikus. Jaj, köszönöm szépen. De most meghallgatjuk az eredetet. Az is csak egy tisztelgés, hogy én ezt előadom. Ez a Jégszív a V-motoroktól jön, és még egy körre visszajövünk rövidesen Karamellel. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Molnár Ferenc Karamell, hát miatta szólt a Jégszív, rajta volt a listáján. Jaj, köszönöm szépen. Most is nagyon jól esett hallgatni azt a mindenit. Lehet, hogy majd egyszer valahogy közreadjuk, hogy mi maradt ki. Jó? Tehát abban a 30-ból mi volt még egy csomó most minden. Csak az a 30, amit fel tudtam írni, hát ki maradt még, minden. Szerintem 100. Viszont hát lassan bezár a Presszó, de én megígértem neked is, meg hát ugye a Presszó közönségének, hallgatóknak is, hogy mindenképpen le fogunk játszani egy olyan dalt, ami újdonságnak számít a te műhelyedből. Az a dal címe, hogy Csillagom, és nem egyedül énekelsz benne. Így van, hát most már annyira nem is mondanám újdonságnak, ez egy körülbelül fél éves történetünk. Itt a retróban az újdonság. Ja, oké. Paja Beával énekeljük ezt a dalt, és ezt a dalt egyébként még a februári sportarénás koncertemre írtam. Nagyon én imádtam a Beával együtt dolgozni, úgyhogy szerintem nem ez volt az utolsó. Gondolom nem volt nehéz rábeszélni, hogy veled énekeljen. Nem volt nehéz rábeszélni, de remélem, hogy ez annak köszönhető. Szóval leültem, megmutattam, eljátszottam a dalt így egy zongorával, és láttam a szemében, hogy ez neki tényleg őszintén szereti már abban az állapotában. És aztán még egy kicsit csiszolgattam. Aztán bevonultunk a stúdióba, és az egy felejthetetlen ilyenkor élmény volt. Ilyenkor feleszólást a duett partnernek? Tehát, hogy ő beletegye saját magát olyanná formája, ami ennek ő akarja? Persze, hiszen persze, amikor megvan már írva, hogy tudod, kész a dal, a szöveg, a hangszerelés, de én mindig azt mondom ilyenkor azoknak, akikkel együtt dolgozom, hogy legyen olyan, amilyen, hiszen azért éneklem vele, hogy olyan legyen, amilyen ő. Szóval nem magamat szeretném az ő hangján keresztül megvalósítani, hanem pont azokra
az ízekre van szükség, amitől a paja be, a paja be. Nyilván egy ilyen dalban nem tud mindent megmutatni saját magából, mert olyan eszköztár van, meg olyan érzésvilág, hogy végtelen. De amennyit meg tudott ebben mutatni, én azt nagyon szeretem, és egyébként a közönség is így. Tök jók a visszajelzések. Sajnos gyorsabban elrepült ez a két óra, mint ahogy én azt gondoltam. Szerintem, ha most itt ülnénk éjfélig, én még akkor is örömmel beszélgetnék veled, de be kell zárni a presszót. Viszont az a jó hírem van a hallgatók számára, meg a presszó közönsége számára, hogy holnap is kinyit a presszó, és holnap is lesz vendégem. Janza Katával fogok beszélgetni, és már most előre vetítem, hogy szerdán Révész Sándor lesz a presszó vendége. Izgé. A ma estét nagyon élveztem, és nagyon szépen köszönöm Molnár Ferenc Karamellnek. Én köszönöm. Elfogadtad a meghívást is, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. Jó éjszakát. Szól a csillagom, itt a Retro Rádióban, az Abázi Presszóban. Erre zárunk. Minden jót visszal. Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig, este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, háttérben a legnagyobb retro slágerekkel. Retro Rádió.